Sziasztok, jó estét kívánok! Meditáljunk együtt, 24. rész, záró fejezet ennek a fantasztikus kurzusnak, amit egészen március óta, március vége óta követtek. Ugye ez megtalálható itt is a Facebookomon, Facebook Dr. Zsu, illetve YouTube csatornámon, Zsuzsanna Fajcsák Dr. Zsu, megtaláljátok az összeset, használjátok őket nagy szeretettel, és még ma is jön még ehhez egy kis információ, és nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, a világ minden pontjáról látom, hogy már jelentkeztek be, láthatóak a linkek. Ez igenis nagy dolog, hogy így együtt rezegve tudjuk ezt az időt együtt tölteni szeretettel és együtt tanulással, és hogy hozzá tudunk járulni a Földnek a gyógyulásával, hoz ezzel. Úgyhogy látom, még gyülekeztek. Akinek még bármilyen kérdése van, nyugodtan írjon. Ezek után is nyugodtan írjatok videóban, vagy írásban, vagy bárhogy válaszolok még. Tartozom egy válaszsal valakinek, ugye ez a mellékvese kimerüléssel kapcsolatos dolog, milyen jelei vannak. De a mai nap és a mai esti meditáció kettő dologról fog szólni. Egyik egy kérdés volt, ugye, hogy miért alszol el meditáció közben, és hogy milyen jót is tud az ember aludni, akkor, amikor ugye föl kell utána, milyen jó pihent. Úgyhogy ennek kettő oka van. Az első oka, hogy az elme ellenáll annak, hogy gyakorolj, és ugye így van az, hogy ez az érzés, hogy nagyon így elfáradsz, hogy nagyon ilyen kábult leszel, és akkor utána belealszol. Ezt nagyon jó használni, hogyha elalvás előtt használod a meditációt, a légzésfigyelésed, bele fogsz aludni. Hogyha egyébként nem alszol jól, és az elméd egyébként is rengeteg információt processzál, úgymond, szükséges neki időről időre, hogy úgymond kiüssön, azért, mert azok az asszociációs épülő folyamatok alvás közben történnek meg. Tehát nagyon is fontos az alvás, és ha éjszaka nem jól alszol, akkor valószínűleg meditációban bele fogsz aludni, és nyugodtan aludjál. Tehát ne legyél, a lényeg az, hogy ne legyél dühös magadra, felébredtél, folytasd tovább. Nekem is van számtalan szor, hogy a meditációm közben arra leszek éber, figyelem, hogy alszom. Tehát ezzel semmi probléma nincs, a lényeg az, hogy ugyanolyan belső lelki békével maradj ezzel kapcsolatban, és tudd, hogy az alvás jó, hogyha délután meditálsz, és belealszol, és egy jót alszol, örülj neki, jó pihenten ébredtél fel, valószínűleg kellett neked, és az elme alvással kapcsol ki arra, hogy túl sok az információ, és ott az ideje az asszociációsnak, ugye, hogy összerakja magát újra a rengeteg információban. Jó? Tehát úgy látom most már, hogy összejöttünk egy jó páran, és itt vagytok, és aki nem hallotta az elejét, hogy ugye miért is alszol bele a meditáció közben, az majd legyen szíves a meditáció után tekerje vissza, és nézze meg. Úgyhogy az alvás nagyon fontos, nagyon, de nagyon fontos, ugye este 10-től reggel 6-ig alszunk a legjobban. Este 10-től hajnal 2-ig folyik a testnek a fizikai rehabilitációja, a regenerációja, reggel 2-től, hajnal 2-től reggel 6-ig pedig a pszichológiai és tehát az agyadnak, az idegrendszerednek és az immunrendszerednek a helyreállítása. Ha ezekből hiányoznak órák, akkor ott gyengül a szervezet. És ugye az alvásod középpontjához képest 12 órával később, ugye, hogy hánytól hányig alszol, annak a középpontját veszed, annak a középponti ponthoz hozzáadsz 12-t, előremész, délutáni idő lesz, na abban az időben lehet, előtte, utána egy-egy órával, ez egy 2 órás intervallumban egy jót meditálni, belealudni. Pihenni 20 perc, 40 percet, nem kell több, ugyanolyan melatonin fog termelődni ezen időben is, és nagyon jó regenerációs folyamatok vennek végbe.
Ugye ezek a sziesztás országok, akik használják ezt, ezért van, ezt használják. Nagyszerű, tehát itt vagyunk, és a mai meditációnk első része, ugyanúgy, mint a többi, a légzés figyelés gyakorlása, mert ezt tanít meg az éberségednek a gyakorlására is, a folyamatos tanulására. Tehát csukd be a szemed, fogadd el az összes zajt, ami körülötted van, és ami körülöttem is van. Ezáltal fogadd el az összes gondolatodat, az összes testi érzésedet és érzelmedet, végre állj meg harcolni magad ellen. Engedd meg mindennek, hogy megtörténjen, hiszen minden véges, és majd jön helyette más. Minden valameddig tart, aztán jön helyette más, ugyanígy a gondolataid és az érzéseid is, ugyanígy az érzelmeid is. Majd hozz az összpontosításodat, az orjukat széléhez. Kezd el figyelni, hogyan érinti a levegő az orjukat, szélét, és folyamatosan hoz magad vissza a gondolkodásból és a vándorlásból, érzések figyeléséből, zökkenőmentesen, hogy figyeld tovább, hogyan érinti a levegő az orjukat, szélét. Nem az a lényeg, hogy hány darab légvételen tudsz ott maradni egyfolytában, mert folyamatosan elhúz az elme, nem tudod tökéletesen csinálni, ezt is fogadd el, hanem az a lényeg, hogy milyen zökkenőmentesen hoztad magad vissza a gondolkodásból és a vándorlásból légvételed figyelésére. És amikor érzed, hogy álmosodsz el, ébreszd föl magad egy pár erőteljesebb légvétellel, hogy tudjál gyakorolni. Gyakorolj szorgalmasan és kitartóan. Minél hamarabb veszed észre, hogy jön a kábultság érzés, az álmosság érzés, a zsibbadság érzés, az unalom érzés, és azt légvételekkel fölébreszted magad, de nem dühvel, és nem haraggal magaddal szemben, hanem csak egyszerűen tudod, hogy most mi történik. Szépen békés nyugalommal veszel egy pár erőteljesebb légvételt, és dolgozol tovább. Bárhova ment is az elméd, testi érzésre, érzelemre, gondolatra, tárgyilagosan figyeld meg, fogadd el, gyere vissza onnan, figyeld tovább a légvételedet, zökkenőmentesen gyere vissza onnan, ez a lényeg ennek a gyakorlatnak. Ugye itt ezzel a gyakorlattal gyakorlod a türelmet, gyakorlod a szorgalmat, a kitartást. Azt, hogy ígéret tettél magadnak, hogy zárva tartod a szemed, a gyakorlat végéig is az be is tartod. Mindent, amit megígértél magadnak, azt betartod. Így a bizalmat és az önbizalmat is gyakorlod. Önmagad szavának az erősítését gyakorlod.
Nagyszerű, tartsátok a szemeteket csukva. Nagyszerű. Kezd el az elfogadás érzését generálni a szívedben, és terjeszt ki a szíved összes sejtjére, mellkasodra, hasüregedre, csípődre, lábadra, válladon keresztül a karodra, nyakadon keresztül a fejed tetejéig. Elfogadás érzése. Gyakorold az összes sejteden, bármilyen sejt legyen is, az bármilyen alakzatú, bármilyen minőségű, bármilyen kinézetű, bármilyen állapotú, az pont úgy jó, ahogy van, hiszen az eddigi életmódodnak, életvezetésednek az a sejt az eredménye. Ha megváltoztatod az életvezetésedet, életmódodat, a sejt is fog rá válaszolni. Ennyi az egész. Gyere vissza a szívedbe, kezdd a hála érzését. Töltsd be a szíved összes sejtjét. Mellkasod összes sejtjét, hasüreged, csípőd, lábad, válladon keresztül a karod, nyakadon keresztül a fejed tetejéig. Hála érzése. A legértékesebb dolgokért, a leghasznosabb dolgokért szoktuk a hálaérzését érezni. Ha még soha nem érezted, kérd az univerzumot, mutasd meg. De biztos voltál már valaha, nagyon hálás valamiért, valami nagyon értékeset kaptál, ez most az életed. És ha már az életedért tudod érezni, a hálát minden másért ki tudod majd fejezni. Folyamatosan generáld az elfogadás és a hálaérzését, tanítgasd az összes sejtednek. Az összes sejtednek. És gondold el, hogy az elme milyen félelmeket gyárt neked. Elkezd téged meggyőzni arról, mi lesz akkor, hogyha negatív érzelmeidet, a dühöd, a félelmed, a megbánásod, a neheztelésed, a bűntudatod, az összes negatív érzést, hogyha leteszed, akkor ott semmi nem marad, akkor érzéketlen leszel. Ezzel próbál az elme eltávolítani attól, hogy nehogy hozzányúlja hozzá negatív érzelmekhez, mert akkor semmit nem fogsz alatta találni. A semmitől való félelem a legnagyobb félelem, mert minden, amitől félsz, levezethető a semmire. Kérdezd végig önmagadtól, hogy mi a legrosszabb abban, amitől félsz. Attól, amit bekövetkezne, és menj addig, míg a válasz az lesz, hogy vagy nem tudom, vagy semmi. És amikor eljutottál oda, akkor hirtelen rájössz, hogy végre elmered engedni ezeket az érzéseket, mert alatta a tiszta szeretet áramlik. Tiszta szeretet, mint az elfogadás és a hála, a megelégedettség, a bőség, a tisztelet, az együttérzés. Ez már mind benned van. Mindezek mellett kinyílik az az intuíciós portál a békével és a nyugalommal, amin folyamatosan érezni fogod a sejtjeid, hogyan reagálnak a környezetedre. Folyamatosan érezni fogod a másik embernek a rezgéseit, és fogod érezni az igazságot e felől az ember felől. Tehát igazság szerint most, ahogy az összes kondicionált elme általi negatív érzelem zajlik benned, most vagy zsibbadt, mert nem vagy képes érezni, saját intuíciód le van dugaszolva, nem vagy képes érezni a másik embert. Tudni akarsz mindent.
Pedig az érzéshez nem kell megkérdezzél semmit, hanem azt érzed, ott nincsen távolság, nincsen közelség, nincsen földrajzi határ, országhatár, semmi nincs. Mivel egységekben vagyunk, mindazonáltal egyek vagyunk, mindenkinek a rezgését érzed, az igazság rezeg valahogy, és a hamis dolgok is rezegnek valahogy. Meg tudod, meg leszel képes érezni ezt. Ha az összes negatív dolgodat elengeded, és végre elfogadással és hálával élsz. Intuíciós portálod nyitva van, mindig mindenre választ kapsz, mert mindig-mindig érezni fogod azt, hogy ott mi az igazság, onnan jön a tudás. Fogod tudni, mit kell tegyél? Azzal, hogy megérezted az igazságot, jön a fény. Fényel jön a tudás, és utána jön a képesség, hogy meg is tudod tenni. Semmi olyan nem jön hozzád, amit nem vagy képes megtenni. Tehát az egyik félelem, hogy nehogy hozzányúlj a félelmeidhez. Ez a félelem nélküli élettől. Ezt el kell tudnod engedni. Meg kell bizonyosodj arra, és komfortzónáddá kell váljon, hogy semmi vagy, és senki vagy. Az elme teszi azt oda, azt a címkézést, hogy te valaki vagy. Ezt nagyon, nagyon jól ki is fejtem a könyvemben. Légy senki, akkor vagy minden, és mindenki. Az összes címkét tedd le. A létezés állapotával élj, amikor eltűnik a személyiséged, az, hogy ki vagy, eltűnik, hogy hány óra van, és eltűnik az, hogy hol vagy. Ekkor vagy pontosan a mostban, összekapcsolódva az intuícióddal, az egész univerzummal, és az összes tudás számodra elérhető. Minden, amire szükséged van, elérhető. De ehhez békésen és nyugalmasan kell maradj. Türelemmel, nyugalommal, belső harmóniával. Ezért meditálunk. Hogy folyamatosan letedd azokat a negatív dugókat, megfigyeld őket, nem reagálsz rájuk, visszajössz a légvételed figyelésére, és utána csak azzal válaszolsz bárkinek is, ami valamilyen szeretet rezgésből jött. Ha nem tudod megtenni, nem válaszolsz. Ha nem vagy képes a saját rezgéseidet érezni, zsipat vagy. Természetesen, mivel félünk a saját rezgéseinktől, mert kiderül az igazság rólunk. Ezért meditálunk, hogy ezzel szembe tudjunk nézni, és ezt mind transformálni tudjuk. Erre való a transformációs munka, amit az áttörés a boldogságba programban csinálunk. Hogy utána hozzájuss, ahhoz a nyitott portálhoz, amilyen minden tudás jön, és tudod mindenre a választ, és képes is leszel megcsinálni. Ez fantasztikus csoda. Tehát légy bátor, merd elengedni az összes félelmet, senkivé válj és semmivé, és minden lesz belőled. Töltsd fel magad szeretettel, tiszta szeretettel, és együttérző szeretettel. Merd ezeket az áramlásokat, amiből vagy, futtatni magadba, merd érezni őket. Merd érezni őket az összes negatív érzelmedért. Köszönd meg az összes negatív érzelmednek, hogy ott van. Fogadd el és köszönd el meg. Gyakorold az összes negatív érzelmeden az elfogadást és a hálát, már is a szeretetet gyakoroltad. Itt kezdődik, ez az alap, ezért is meditálunk. Meg kell tanítsd a saját testednek először ezeket a rezgéseket, hogy utána mással is teljesen őszintén, tiszta szívből tud gyakorolni.
Terjeszd ki az elfogadásod és a hálát kisvárosodra, országodra, az egész világra. Aztán adj hálát, hogy mi az a három dolog, amit ebben a programban tanultál, sikerült megtanulj, sikerült gyakorolj, ami által változott az életed pozitív irányba. Mi az a három dolog? Mi az a három dolog, ami a családodban változott meg azáltal, hogy te elkezdtél elfogadással és hálával élni, és meditálsz otthon? Miért vagy hálás? Mi változott a körülötted élőkben? Majd szépen lassan gyere vissza ide a földre, kis otthonodba. Köszönjük meg mindenkinek, aki ebben a programban itt volt, és együtt meditálhattunk, együtt rezeghettünk egy azon időben, föld különböző pontjain. Szeretetet árasztva, gyógyítást hozva ennek a világnak. Köszönjük meg mindenkinek, ezen nehéz időkben értünk dolgoztak. Köszönjük meg az összes nehézségnek, hogy ott volt, mert tanított minket. És én is köszönöm szépen nektek, és namaszté! Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy együtt meditálhattunk. Közben megnézem, hogy valakinek bármilyen kérdése volt-e. Úgy látom, hogy nincs, de nagyon jó, hogy itt voltatok. Közben visszanézem. Jó, szuper. Úgyhogy nagyon-nagyon sok szeretetet küldök nektek. Lehetőség szerint, ha szeretnétek még majd élő meditációt, majd valamikor, havonta egyszer, ilyesmit szerintem azt meg tudjuk oldani, arra is kitűzünk majd egy időpontot, de írjatok, meséljetek, halljam, hogy mi változott, ha nem akarjátok publikusan megírni, akkor várom privátban, nagyon-nagyon örülök mindenkinek az előrehaladásának, nagyon sokan írtok, és én ennek tényleg nagyon szívből örülök, ezért vagyok itt, úgyhogy így együtt tudunk segíteni minél több embernek. Sok szeretetet küldök nektek innen a kis szívemből, Becskéről, Magyarországból nektek, mindenhova, Magyarországra és a világon is. Sok szeretettel, köszönöm szépen, sziasztok!